Szeretettel köszöntöm a Hitélet nézőit. Ma folytatjuk Böcskei László nagyváradi római katolikus püspökkel való beszélgetésünket. Egy megújult környezetet látunk Nagyváradon, a római katolikus székesegyház püspöki palota körül. Nagyon jó leső érzés volt tudomásul venni azt, hogy visszakapták ezt a gyönyörű szép palotát. És most jó látni azt, hogy csodálatosan felújították, rengeteg nagyon szép tér áll rendelkezésre ebben a palotában. Azt szeretném, hogyha arról beszélgethetnénk, hogy milyen tervek vannak ezzel kapcsolatosan, hogy próbálják ezt a teret élettel megtölteni. Hogy ne csak egy muzeális érték legyen, egy műemlékként tekintsünk rá, hanem úgy, mint amiben az élet helyet kap. Igen, hát próbálom egy kicsit bevezetni akkor ezt a számomra nem könnyű témát, mert tudom azt, hogy sokan követik azt, ami történik itt a Váradi Egyházmegye központjába, és hát különféle vélemények is fogalmazódnak meg ezzel kapcsolatosan. Tudjuk azt, hogy Szent László korától számítva, aki tulajdonképpen az egyházmegye alapjait elhelyezte, ez az egyházmegye sok időt megért, ugye 1092-től 2022-ig, ha így vesszük, és voltak olyan időszakok, amikor virágzott az egyházmegye, aztán ott volt megpróbáltatások ideje. Azonban a történelem arról tanúskodik, hogy nagyon fontos szerepet töltött be az egyházmegye, nem csak az úgymond az egyházi élet kibontakozásában, hanem akár a kulturális, művészeti élet kialakulásán és fejlődésén, nem csak váradi szinten, hanem az egész országra vonatkoztatva. Ugye egy eléggé gazdag egyházmegyének számított Nagyvárad, azonban ez nem azt jelentette, hogy a gazdagság volt a középpont, hanem hogy lehet a rendelkezésre álló lehetőségeket, anyagi lehetőségeket úgy kell kihasználni, felhasználni, hogy az a közösségnek, a társadalomnak a javára szolgálja. Azt tudjuk, hogy az évszázadok folyamán azért sok minden történt a váradi püspök udvarán, annak idején a várban, ami az egyházmegye és a város és a régió megerősödését szolgálta. És akkor, amikor most ugye annyi évszázad után ismét egy realitásban élünk, és elhangzott az is, hogy visszakaptuk ezt az épületet, akkor én ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, és teszem is azt, ahol csak lehet, hogy ez nem önmagáért van, azért, hogy most az egyház a gazdagságába elmerüljön, és ne történjen semmit, hanem mindazt, amit sikerült visszaszerezni az évtizedek folyamán, azoknak olyan rendeltetést próbáltunk megtalálni, vagy meghatározni, hogy megfeleljenek a régi, eredeti céloknak, de ugyanakkor a közösség szolgálatában legyenek. Igaz, egy püspöki palotában vagyunk, azt hiszem a legnagyobb püspöki palotában, amit így a környéken úgy az emberek úgy ismerhetnek. Azonban püspöki palota, de ennek a több mint kétharmada nem a püspöki palota funkcióit látja el, az egyházmegye mondjam úgy adminisztratív központjaként, hanem a kétharmad része valamiféleképpen azt próbálja követni, amit az elődök, itt gondolok Patacsics Ádám püspökre, aki megálmodta ezt a úgymond barokk központot. Tehát valahogy azokat a célokat próbáljuk megvalósítani, és pedig úgy, hogy egy nyitott, egy látogatható, egy otthont biztosító központ legyen, ahol a hitélet, a vallásosság, a spiritualitás, de ugyanakkor a kultúra, a művészet otthonra talál, és nemesíti és erősíti az embert. Valahogy úgy született meg az elképzelés, hogy az egyházmegyének szüksége van egy központra, ahol be tud fogadni
be tudja fogadni mindazokat a tevékenységeket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy megszervezze és hogy tudja, hogy mozgassa a közösségeket, a pasztorációs munkát, de hogy még próbáljon más lehetőségeket is mondjam úgy megragadni, ami nem kimondottan a pasztorációs munkának mondjam úgy a feladata, de mégis ugye pasztorációs munkát biztosít. És itt gondolok olyan terekre, ahol nem kimondottan a híveinkkel foglalkozunk, hanem egyszerűen befogadunk másokat is egy egyházi környezetbe, és hát egy jó kommunikáció révén ugye próbálunk egy dialógust kialakítani, és ezzel talán elérhetjük azt, hogy a katolikus egyház jelenléte egy dinamikus jelenlété változik, és a katolikus egyház felhasználva azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésére állnak, nem csak a saját, mondjam úgy, fejlődését biztosítja, hanem az egész közösségnek a fejlődését. Egy ilyen közegben, amelyben mi élünk, ahol vagyunk, többféle nemzetiségűek, többféle valláshoz tartozó évek, egy ilyen szekularizált világban, egy ilyen, mondjam úgy, sokféle aggodalommal telített világban nagyon fontos az, legalábbis ez az én véleményem, hogy az egyház egy aktív, dinamikus jelenlétet mutasson, és legyen nyitott és befogadó az emberek előtt. Ezek a lehetőségek, amelyeket a püspöki palota kínál, ezek egyfajta nyitottságot is sugároznak a társadalom felé, hogy be lehet jönni, ahogy ön is fogalmazott, de ugyanakkor azt érzékelem, hogy ezzel a nyitottsággal az egyház egy olyan felületet kínál az emberek számára, ahol otthon érezhetik magukat, ahol megérezhetik az egyháznak a valódi lelkiségét, amire mindenkinek szüksége van, ahol békességet lehetnek az emberek, ahol megpihenhetnek az emberek, és ahol feltöltekezhetnek olyan értékekkel, ami az életüket szebbé és jobbá teszi. Ez valóban egy úgy nyitás mások felé, de én ezt úgy fogalmaznám, hogy igen, megmutatás annak, amik vagyunk és akik vagyunk. Egy olyan világban élünk, amikor az emberek könnyen és sokszor elhamarkodottan megkérdőjeleznek mindent. És egyszerűen odavágják, hogy hát mit akarunk mi, vagy hogy hát. És erre kell legyen egy válaszunk, de nem úgy, hogy visszavágunk egy választ, és akkor azt gondoljuk, hogy megoldódnak, hanem egy kicsit meg kell mutatni azt, hogy fejlődött ki, mi van ennek az egyházmegyének a történelmében, mit tett a katolikus egyház, mit tettek a keresztény egyházak itten, felekezetek. Ugye ott van a Váradi Vár, és biztos, hogy nem sokan tudják azt, hogy a második emeleten ott van egy kialakított rész, ahol a keresztény egyházaknak a úgymond kiállító termei vannak, és ahol meg van mutatva az, hogy például a történelem folyamán, az évszázadok folyamán hogyan járult hozzá a katolikus egyház, a református egyház, az ortodox, a görögkatolikus, ahhoz, hogy a város kifejlődjön és kiépüljön, illetve hogy mit tett az oktatás terén, a betegek ápolása terén, az intézmények megszervezésében. Tehát igen, itt évszázadokról beszélünk, munkáról, ami nem csak az egyháznak mondjam úgy a gyarapodását szolgálta, hanem az egész társadalomnak a felvirágozását. És sajnos a mai ember sokszor annyira felületes, hogy ezt hajlandó, vagy nem hajlandó elfogadni, vagy nem is foglalkozik vele, csak hogyha valamit ugye hall, vagy eljut a füléhez valami a katolikus egyház, vagy akár a reformátusról, vagy a magyar katolikusokról, vagy a magyar reformátusokról, akkor mindjárt jönnek a kérdések. És így, hogyha megközelíthető az, amit mi meg tudunk mutatni a múltunkból, amik tulajdonképpen az alapjaink, a gyökereinkhez vezetnek vissza, akkor egy kicsit változhat az optika. Másképp tekintik. Nem ritkán. Azt hiszem, nincs nap, hogy ne halljam, hogy most jutod eszpirácsászt. Nem tudtuk mindezeket. És én azt hiszem, hogy el kell mondjuk a világnak azt, hogy
De nem azért, hogy valakit elmarasztoljunk vagy támogatunk, hanem egyszerűen el kell mondjuk azt, hogy kik vagyunk, és hogy miből élünk, mi az, melyek az mi gyökereink. Ebből a megfogalmazásból, amit tetszett használni, hogy kik vagyunk, azt érzem, hogy a katolikus egyház, de azt is merem mondani, hogy a kereszténység úgy kell megfogalmazza a mai társadalom számára a mai identitását, hogy az elfogadható legyen, és a valóságot ismerjék meg rólunk. Ez nagyon fontos ilyen szempontból is, mert ugye sokszor majdnem megelégszünk azzal, hogy elmondjuk a dolgokat, de mindig ugyanazoknak, akik ott vannak a környezetben, akik eljönnek a templomba, mindig nekik predikálunk, mondhatom így, hanem ezt egy kicsit, hogy másokhoz is el kell vinni. És akkor ezzel talán sikerül egy kicsit úgy érzékeltetni azt is, hogy ugye mi csak egy része vagyunk ennek a történelemnek, és nekünk is hozzá kell tennünk valamit. Ugye sokszor beszélgetek például a városi vezetéssel is, vagy különböző hatóságokkal is, mert ugye próbálunk itt-ott összehangolódni, akkor, amikor közösségi programokról vagy tervekről van szó is. Ugye mi is, amikor ugye ezeket az épületeket és tereket úgy próbáljuk úgy funkcionálissá tenni, akkor mi is szembesülünk azzal, hogy például a mai ember nem olyan magától értetődően vállalja a felelősséget, hogy hát jó, bemegyek egy térbe, ott van egy bizonyos rend, vannak szabályok. A mai ember sokszor azt gondolja, hogy minden kijár. Ott van a polgármesteri hivatal, seperje az utcákat. A püspökség, mert övé a kert, rendezze a kertet. Én azt csinálhatok, amit akarok. És ez nem ez a helyes megközelítés, felfogás. És akkor, amikor mi jelen akarunk és próbálunk lenni a társadalom életében, rendelkezésre bocsátjuk az embereknek ezeket a tereket, befogadjuk őket, mert ez a cél, akkor mindjárt egy ilyen felelősségvállalásra is próbáljuk ugye vezetni őket, hogy igen, tőlünk is függ az, hogy ezek a szép terek megmaradnak, mindenki rendelkezésre állnak, és hát igen, ezáltal az az üzenet, amelyet úgy egy kicsit úgy sugároznak, az úgy átjár bennünket, és mi is építői leszünk ezeknek a tereknek. Nagyvárad olyan Erdély számára, mint egy kapu. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a külföldről idejövő turisták, legyenek azok magyarországiak vagy Nyugat-Európából idejövő turisták, számára nagyon fontos az, hogy milyen arcát látják meg legelőször Erdélynek. Ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy bejöhessenek, akár a Székesegyházba, akár a Püspöki Palotába. Van-e ilyen látogatás? Van, és egyre több lesz. Most már ugye látjuk, hogy a nyári időszakot is most már egyre jobban betervezik, vagy eltervezik. Azonban még mindig ott van az, hogy a Várad az egy ilyen átjáróház. De Várad sokkal többet tud nyújtani. Na most igen, van egy ilyen, hogy jönnek, fogadjuk őket. Ugye a mi turisztikai irodánknak ugye ez az úgynevezett ugye programra, hogy turistaként érkezzen a vendég, és ha lehet, zarándokként menjen tovább. Olyan sokrétű tevékenység zajlik, nem kimondottan csak egyházi jellegű tevékenységek, hanem művészetekkel foglalkoznak, és nagyon sok egyéb képzés is kap itt helyet. Az a kérdésem lenne, hogy van elég humán erőforrás mindenre? Hogyan választja ki Püspök úr, vagy hogyan választják ki azokat, akikkel együtt lehet dolgozni? Hát ez mindig egy nagy-nagy kihívás, sokszor egy nagy-nagy nehézség, mert ugye a jó munkatársak és a szakemberek úgy nem potyognak az égből, hanem egy-egy ilyent kinevelni, illetve kialakítani az éveknek, ha évekbe kerül. De jelenleg nincs elegendő, az az igazság. És nincs elegendő azért, mert például, hogyha nézem a kulturális, illetve a turisztikai részleget, ott nem csak úgymond teremőrökre van szükség, vagy
intézőkre, hanem ott olyan felügyelőre volna szükségem, aki egy kicsit ugye az embereknek a nyelvezetén ki tudja fejezni, vagy közelebb tudja vinni a látogatót ugye az üzenethez. Tehát nem csak ilyen passzív, mondjam úgy, munkaköröket látunk mi, hanem egy aktív, egy dinamikus jelenlétet, és ilyen embereket nem mindig könnyű találni. Másrészt pedig nagyon fontos az, hogy az ember, illetve azok, akik bekapcsolódnak ezekbe a tevékenységbe, érezzék ezeknek a súlyát. Én örülök annak, hogy akik vannak, azért nagyon lelkesen teszik, de most is például abba vagyunk, hogy még keressünk, illetve bővítsük ezt a csoportot, ezt a csapatot, mert ha úgymond becsületesen el akarjuk végezni a munkát, és úgy akarjuk fogadni a látogatókat, akkor oda megfelelő ember kell, és nem csak felkészültség szempontjából, hanem ugye egy megfelelő csapat is. Én ezt mindig így szoktam megfogalmazni feléjük, hogy ez egy pasztorációs tevékenység. Én nagyon örülnék, hogyha nekem annyi papom lenne, és egyet erre tudnék ráállítani, hogy a látogatókkal tudjon beszélgetni, és tudja őket meghallgatni, és nagyon érdekes tapasztalat így végigmenni egy-egy ilyen csoporttal a folyosókon, és ugye elbeszélgetni velük. Én azt hiszem, hogy ez a pasztorációnak egy új módja, új módszere, amikor nem csak a templom falain belül, nem csak egy liturgikus keretben, hanem igen, a mindennapok nyelvezetében is úgy tudunk és merünk szólni egymáshoz. De én bízom benne, hogy ez ki fog alakulni, és valahogy ez a stratégiánk, hogy úgy lépésről lépésre tovább fejlődünk, és megtalálnak bennünket az emberek, és mi is próbálunk nekik adni valamit. Egy nagyon fontos kérdést érintett püspök úr, az, hogy ha lenne elég papom arra, akkor erre is szánnék, odaállítanék egyet. Az a tapasztalat, hogy egyre kevesebben jelentkeznek papi szolgálatra. Hogyan tehetné a mai világban az egyház a papi szolgálatot vonzóvá, illetve vannak-e olyan lépések az egyház részéről, hogy ezt, hogy felkeltsék a fiatalok, az ifjaknak az érdeklődését a papi szolgálatra való jelentkezésre? Hát elég nehéz erre a kérdésre is egy rövid, de kimerítő választ adni, mert ez egy nagyon összetett dolog. Egyrészt ott van az, hogy ugye a papság az egy hivatás, tehát az nem egy emberi dolog, és ezt ugye a Jóistentől kapjuk, és tőle fogadjuk el. Mi emberek annyit tehetünk, hogy esetleg megteremtjük azt a hangulatot, azt a környezetet, ahol a meghívott talán jobban, könnyebben felismeri a hívó szót, és talán nagyobb bátorsággal meri kimondani a válaszát. Mert az egyik probléma az én véleményem szerint az, hogy a mai világban nehezen kötelezi el magát az ember. Nem csak a papsággal szemben, bármire nézünk. Ugye nézzük a házasságoknál is, ugyanez a helyzet. Tehát az ember, mintha tartana attól, hogy kimondjon egy olyan igent, ami azután megváltoztatja az életét, ami illetve az életére, az életébe kerül. Tehát a Jóisten ajándéka ez, de természetes, hogy nekünk is ott van a részünk benne. Hát az egyik, amit tennünk kell az, hogy akik már szolgálatban vannak, azok próbálják a hivatásnak az örömét továbbítani mások felé. Nem mindig könnyű. És hogyha a fiatalok, akikben talán mocorog valami, nem látnak egy lelkes papot, nem látnak egy olyan papot, egy olyan szerzetest, aki örül az ő hivatásának, aki ragyog azért, mert ő az lehet, ami, akkor nem biztos, hogy vállalkozik erre. Akkor azt mondja, hogy én egy könnyebbet választok. Tehát én ezt kimerem mondani a világ előtt, hogy
nagyon fontos az, hogy mi ezt tudjuk így továbbítani. Legyünk elfogadók, befogadók. Másrészt pedig ugye ott van a mai világ, mondjam úgy, helyzete. Hát hiányzik sokszor ugye az a szükséges háttér, ami valakinek, egy fiatalnak az útját az egyház, illetve az egyházi szolgálat felé irányítaná. De ha a papnak vannak, mondjam úgy, feladatai ilyen téren, és ezt próbáltam érinteni, ugyanígy van a közösségnek is. És azon kívül ugye, hogy imádkozunk hivatásokért, azért próbáljuk meg azt is, hogy fiataljainkat úgy karoljuk fel, és úgy értékeljük, hogy ilyen formában is ugye felbátorítsuk őket arra, hogy vállalkozzanak. Most akár papi hivatásra, vagy akár más hivatásra, a közösség javára. Úgyhogy igen, keressük az utat. Néha majdnem szomorkodunk azért, hogy nem jön az újabb és újabb hivatás, de igen, hiteles életünkkel, vonzó szolgálatunkkal én azt hiszem, hogy a Jóisten a megfelelő időben meg fogja adni. És nem azon kell mostan ugye bánkodni, hogy egyre inkább fogyunk, hanem inkább azt nézzük, hogy tudjuk jobban tenni azt, amit teszünk, azért, hogy mások is ugye körénk hozzánk csatlakozzanak. Talán ebből kifolyólag érett meg az idő, úgy látom arra, hogy az úgynevezett laikusokat, a nem klérushoz, azaz a papsághoz tartozó szolgálattevőket is az egyház bevonja az egyházi szolgálatba. Hogy valósul meg, hogy jelenik meg ez a mostani időben a Nagyváradi Egyházmegyében? Már eddig is volt azért egy ilyen nyitás, és a világi hívek azért ugye részt kaptak és vállaltak is akár a liturgikus életben, akár a liturgikus életen kívül is a közösségnek a megszervezésében és a közösségi élet különböző formáiban, talán nem annyira mondjam úgy hivatalosított formában, de azért volt egy ilyen gyakorlat, és a Szentatya is azt szorgalmazza, hogy ez még nagyobb teret kapjon. Igen, bátorítani kell a világi híveket, hogy érezzék magukénak a liturgiát, érezzék magukénak a szent, illetve a közösségnek az életét, a közösségnek az ügyeit, a gondjait, és erre ugye kialakulnak azok az úgymond struktúrák is, amelyek szükségesek, csak hogyha a Nagyváradi Egyházmegyéről van szó, akkor én itt nem kimondottan struktúrákról akarok itt beszélni, mert akkor megint eltávolodunk a realitástól, hogyha most megint mindenféle struktúrákat ki akarunk alakítani, és felelősöket kinevezni, hanem ez egy olyan új típusú kommunikáció kell legyen, ahol le tudunk ülni híveinkkel, és megbeszélni a dolgokat, hogy nézd oda, mit akarunk a mi közösségünkbe, ki járul hozzá ahhoz, hogy a családokat egy kicsit jobban tudjuk követni, vagy hogy a szegényekről tudjunk gondoskodni, vagy ki az, aki a fiataloknak a oktatásában részt vállal. Ugye a pap nem végezhet el mindent, sőt, az nagy hiba lenne, azt gondolnánk, hogy na most minden a pap kezében van. De egy jó kommunikációval meghatározva, ismerve, hogy mi, kinek, ki milyen feladatokat láthat el, ugye kialakulhat egy ilyen jó együttműködés, ahogy sok plebánián meg is valósult, ahol igen, a világi hívek is úgy erőre kaptak, és hát igen, szembesülnek azzal, hogy nem mindig olyan könnyű egy közösséget megtartani, de hogyha ő is érzi ennek a súlyát, akkor egészen másképp áll oda, és magával vonja a családot is, tehát mindjárt más a jelenlét is a részvállalás. Úgyhogy ilyen téren én azt mondom, hogy jó irányba vagyunk. A lelkipásztoroknak sok türelemre van szükségük a hívekkel szemben, a híveknek is türelemre van szükségük a papjukkal szemben, de ezt többször is mondtam már a beszélgetésben, ha jól tudunk kommunikálni, akkor a cél világos, tiszta,
az evangéliumot kell elvinni az emberekhez, és akkor ez olyan szépen megvalósul, és kibontakozik az egyház. Milyen perspektívája van a püspök úrnak a további szolgálatára nézve, illetve az egyház megyéjére nézve? Látjuk a mai világnak a helyzetét, de éppen erre összpont, vagy erre figyelve, én mindig azt mondom, hogy mi is tele vagyunk aggodalommal, és bennünk is ott van az a sok feszültség. Azonban nagyon fontosnak látom, hogy ezt ne engedjük, hogy eluralkodjon felettünk, hanem próbáljuk a remény, öröm és az öröm üzenetét továbbítani. És akkor lehet tovább lépni. Sokszor megijedünk, hogy mi lesz majd. Fogyunk, közösségeink ugye elöregednek, nincsenek már meg azok a struktúrák, nem tudunk már úgy jelen lenni mindenhol. Ha csak ezekre figyelek, akkor tényleg minden életerőm elfogy. Azonban nem ezekkel kell foglalkozni, hanem az, hogy a mostani időkben milyen lehetőségek vannak. Mert én biztos vagyok benne, hogy a Jóisten a mostani idők megpróbáltatásai között is elrejt azokat a lehetőségeket, amelyeket ha megtalálunk és kihasználunk, akkor tovább tudunk menni, és szépen ugye meg tudunk felelni küldetésünknek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és ezt a biztató zárszót. Az jutott eszembe, hogy talán azzal vehetünk búcsút egymástól és kedves nézőinktől, hogy Jézus azt mondja, hogy elég minden napnak a maga baja, nekünk az a kötelességünk, hogy a mai feladatunkat, szolgálatunkat lelkiismeretesen és a tőlünk lehető legjobban végezzük el, a holnapról majd ő fog gondoskodni. Így kívánok mindannyiuknak egy békés, áldott hetet. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kövessék műsorunkat a Hitélet Facebook oldalán és az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján.